Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. A helyszín Mexikó, méghozzá Puebla városa, a Miguel Hidalgo Municipal csarnok, ahol egy profi ökölvívó gála kezdődik. Méghozzá azonnal egy világbajnoki címmérkőzéssel. Igaz, hogy a dolog pikantériája az, hogy hölgyekről van szó, de hát majd meglátjuk, hogy a gyengébb nem képviselő igencsak jönnek fölfelé, és igazán színvonalas mérkőzéseket vívnak. Ők lesznek a főszereplők, a japán világbajnok Naomi Togashi érkezett Mexikóba, hogy megvédje övét Esmeralda Morinoval szemben. 12 évvel idősebb a japán hölgy, ha jól tudom, akkor még hajadon. Valamivel nagyobb volt a súlya, picit magasabb is, és annak ellenére, hogy kevesebb meccse van, mégis talán ő a meccs esélyese. Hát a hölgyeket is úgy invitálja be a helyi ringspeaker, ahogy a férfiaknál szokás. Még egy puszi is elcsattan, gondolom, a mamától. És itt van Esmeralda La Hoya Moreno. 24 esztendős, nyáron lesz majd 25, Mexikóvárosban él. Korábban amatőrként is próbálkozott, bár komolyabb címeket nem szerzett. És nagyon jó a mérlege, 23 győzelme van, 6 vereség mellett, de még soha nem ütötték ki. A 30. profi mérkőzésére készül, és hát neki lesz a nagyobb szurkolótábora természetesen. Campeona mundial Mini Bosca, Consejo Mundial de Boxeo de Japón, con ustedes Naomi Togashi. Ahogy a futballmérkőzéseken is megszokhattuk, hát a helyiek nagyon szenvedélyesek. Ez igaz a ceremónia mesterre is. Érkezik tehát a már tisztes korban lévő, mondhatnánk azt is, japán matróna Naomi Togashi. Hát a női ökölvívás keszek huszaságát jelzi, hogy 11 profi mérkőzéssel a háta mögött ő már világbajnok lehet. Méghozzá a WBC-nél, tehát az egyik legrangosabb szervezetnél, kis légsúlyban. Tehát 46-47 kilogrammos hölgyemények fogják majd ütni, vágni egymást hamarosan. Miguel Hidalgo, ciudad de Puebla. A mexikói szabadságharc egyik fontos bázisa volt Puebla városa. Itt rendezik tehát a gálát. A tervek szerint a hölgyek után még két férfi mérkőzést mutatunk meg. Korábban ugyebár a műsorújságban az szerepelt, hogy José Salgado boxol majd Stefan Jamoyjal, de ez a mérkőzés elmaradt, úgyhogy választhattunk egy másikat. Itt a világbajnoki öv, amely ugyanolyan díszes, mint a férfiaknál. Como supervisor del Consejo Mundial de Boxeo, Rafael Herrera Lemos. Presidente, Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán Chagnon. José Sulaimán, a WBC nagyhatalmú elnöke, hírek szerint nincs itt a helyszínen, ugyebár hát minden hétvégén nem mehet valahova. Már eléggé idős, több mint 80 évet megélt úriemberről van szó. Para esta pelea nos acompañan Miguel Acuña de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Glenn Crocker de San Antonio. A pontozó bírókat mondják el, illetve a ringbíró, aki nem más, mint Rocky Burke a mai mérkőzésen. Damas y caballeros, a continuación por el campeonato mundial absoluto femenil en la división de peso mini. Mosca, pelearon 10 rounds. Damas, que nos presentamos primeramente de calzoncillo color plateado con un historial de 25 peleas ganadas, 6 perdidas, 10 de ellas ganadas por la vía de knockout, con 48 kilos 500 gramos. Ella es orgullosamente originaria de Chimalhuacán, Estado de México, México. La retadora oficial, Esmeralda.
presentamos en la esquina contraria de calzoncillo color negro, con un peso de 48 kilos con 800 gramos, con un historial de 10 peleas ganadas, un empate, 5 de ellas ganadas por la vía de knockout. Damas y caballeros, presentamos a la invicta de Tokio, Japón, con ustedes la campeona, Naomi Togashi. A férfiaknál ugyebár mind a japánok, mind a mexikóiak sok-sok világbajnokot tudnak, vagy tudtak felmutatni, főleg az alsóbb kategóriákban, így egy igazi presztízs mérkőzése van kilátás. És hát mivel tudjuk azt, hogy nagyon sok hölgy nézi ezeket a profi gálákat, így talán az ő kedvükért is beiktattunk egy ilyen meccset, illetve hát férfi szemmel is megnézhetjük, hogy mi az abszolút különbség a két nem bunyója között. Nekünk is voltak profi világbajnokaink, gondoljunk csak Csábi Bettinára vagy Miló Vikire. Ha jól emlékszem, Palacián Judit volt az első ilyen, még a 90-es években. Akkor indult el a hölgyeknél a profi ökölvívás egy kicsit komolyabb szinten, de hát az a helyzet, hogy a férfiakkal mai napig nem igazán tudnak vetélkedni, tehát a nagy amerikai gálákon ne is keresgéljünk női meccseket. Van persze, hogy összehoznak egy-egy nagy mérkőzést a show kedvéért, és ezt fölturbozzák mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban. De a nép a férfiakra kíváncsi elsősorban. 10 menetre írták ki a találkozót, hiszen egy világbajnoki meccs, és menetenként 2 percet boxolnak. De a szabályok egyébként megegyeznek a férfiakéval. Itt persze ugye a szuszpenzor mellett van mellvédő is, de ugyanúgy, ugyanolyan hatalmas lelkesedéssel boxolnak, mint a fiúk. Sokat nem vacakol, sem Togashi, sem Moreno az első menetben azonnal hajba kaptak. Szabálytalankodott a japán, átkarolta az ellenfél fejét, le is nyomta, és ezért szól neki Rocky Burke. Nehezen bontakozik ki, tiszta csata. Hihetetlen lelkesedéssel boxolnak ezek az amazonok. És hát ugye a technikai képzettség terén ők messze elmaradnak a fiúkétól, de a csupaszív bunyót tekintve ők is be tudják hozni a szurkolókat a csarnokokba. Sok a szabálytalanság mindjárt a mérkőzés kezdeti szakaszában. Hát nagyon nehezen pontozható menet, ezt hagyjuk meg azoknak, akik ott vannak a helyszínen. Talán jól is jön nekik az egy perces pihenő. Hát kezdjük először Naomi Togashival, a japán lányjal, aki tokiói, tehát a fővárosban él. És 2007-ben vívta az első profi mérkőzését Tájföldön. És hivatalosan már a 6. találkozóján ő volt a WBC világbajnoka, kis légsúlyban. Ezekből a lassításokból ugye az derül ki, hogy nagyon kevés a tiszta találat. Vagdalkoznak, vaktában lövöldöznek, jobbal-ballal, de először meg kéne nyugodni, lányok. Türelmesen felépíteni egy-egy támadást, és akkor mi is jól fogunk szórakozni. Szóval Togashi már elég régóta világbajnok, most már 3 éve, de nagyon kevés mérkőzést vállal. Tehát 2009-ben 2, 2010-ben 2, tavaly szintén 2 mérkőzése volt mindössze, és egyszer már itt volt Mexikóban is egy világbajnoki meccsen, amikor legyőzte Irma Sánchez-t egy 10 menetes pontozásos mérkőzésen Guadalajara városában. Tájföldön is megvédte már az övét. A legutóbbi 2 meccse
Japánban, Tokióban volt. 10 meccséből 5 volt KO-s. Szép felütés Morenótól. Szédületes tempót diktálnak, de hát ilyenkor az emberbe ugye felmerül az, hogy a kevesebb több lenne. Tehát jobban elő kéne készíteni ezeket az akciókat, több egyenesütést kellene végrehajtani. Hiába egy világbajnoki mérkőzés, azért sokan csóválhatják a fejüket, hogy igen, azért ezeknek a hölgyeknek óriási a lemaradása technikai téren. Tehát csak a szív, csak a lelkesedés nem kompenzálja mindezt. Marino elsősorban a jó fogadó felütésekre appellál. Az mély volt tőle egy valossal. Hősiesen küzdenek már a második menetben. Hát mi lesz a végén? Nagyon eldobta a jobb csapotot. Togashi. Csak 158 centis a távol-keleti hölgy. Morino még nála is kisebb. Az a Morino, akinek már van 23 győzelme. És hát akárcsak a fiúknál, a mexikai hölgyeknél is az a tendencia, hogy nagyon gyorsan már, akár a középiskolában beküldik őket a ringbe, úgyhogy gyerekkorban 4-5 évesen már megismertetik őket az ökölvívás alapjaival. Hát neki például Esmeraldának, aki lehetne akár egy mexikai szappanopera hőse is, szóval Esmeraldának már 2005 tavaszán volt egy profi mérkőzése. Nem volt még 18 éves, amikor beküldték a négyszögbe. És nyert is, annak rendje és módja szerint. Volt már mexikói harmadsúlyú bajnok. Volt már a WBC ifjúsági világbajnoka. Boxolt már azzal a Simona Galassival, aki a sportág egyik állócsillaga. Kitűnő amatőr volt, többszörös világbajnok. Nos, vele 10 menetet boxolt és kapott kipontozással 2 évvel ezelőtt. Azóta már megszerezte a WBC ezüst övét, jelen pillanatban ez Morenoé. Harmadik menet, most már Moreno is ütögeti a bal egyeneseket. Ez egy jó elgondolás. Látszólag ugye minden menetben gyilkos küzdelem folyik, hiszen ezek a hölgyek tényleg vadul támadnak. Csak nagyon kevés a logikus, racionális akció. Nem véletlenül mondják sokan azt, hát főleg az ellentábor képviselői, hogy a nők alkata, habitusa alkalmatlan az ökölvívásra. De én azt mondom, hogy mivel demokrácia van, egyenjogúság, meg kell engedni a hölgyeknek is, hogy mindenben kipróbálják magukat, hiszen ha nem engedjük, akkor is ki fogják próbálni, hiszen akaratosak. És azért a hölgyeknél is láttunk már olyan képességű boxolókat, akik már-már technikai képzettségben, szellemességben, akár fizikai erőállapotban is felveszik a versenyt némelyik férfi kollégájukkal. A mai program úgy néz ki, hogy majd a hölgyek után következik Ramon Alvarez, aki nem más, mint Saul Alvarez, a nagyváltozói világbajnok testvére. Ő boxol majd Cristian Ruizzal
egy WBC amerikai kontinentális váltósúlyú címmérkőzésen, majd a fő találkozón Andrés Gutiérrez csap össze Honalvi Sierrával egy IBF nemzetközi harmadsúlyú találkozón. A cím jelenleg betöltetlen. Komoly nagyütések nincsenek, inkább csak szűken vezetik ki a horgokat és a felütéseket ezek a lányok. Morinónak 23-ból 9 KO-ja van, Togásinak 10-ből 5 jelenleg. Tehát mind a ketten 50% alatt maradtak a KO mérleget tekintve. Negyedik menet, nagyon szép az a balharog Morinótól. Szépen döfködik ki a bal egyeneseket, most már gondolom erre fölhívta az edző a figyelmet. Togási nagyon bekezdett az elején, lehet, hogy azért, hogy tekintélyt szerezzen magának. Jó ütemben indított egy jobb horgot Togási. Szabálytalanság, egy tarkóütés miatt figyelmeztették a japánt. Nagyon sok testütés próbál meg Moreno kisasszony. Remek az a felütés megint tőle. Ő most már kezdi fölvenni az üzemi hőmérsékletet. Az eddig látottak alapján számomra Moreno a képzettebb ökölvívó, pedig ugye ő csak a kihívó jelenleg. És nem volt még világbajnok a WBC-nél, bár sokan ugye fölhúzzák a szemöldöküket, ha azt mondjuk, hogy a hölgyeknél is van világbajnok, mert hát vannak olyan súlycsoportok, ahol alig-alig van induló. Hát én emlékszem olyan nemzetközi versenyre, igaz, hogy az amatőröknél, ahol egy kategóriában csak ketten indultak, tehát ha mondjuk beneveztük volna a takarítónénit, akkor ő is bronzérmet kapott volna. De hát ez már egy régi történet, azért azóta fejlődött a női box. És hát nekünk is, nem csak a profiknál, hanem például az amatőröknél is van világbajnokunk, gondolj csak Kovács Marira, illetve arra Pruzsinszki Ivetre, aki Amerikában szerzett először Magyarországnak amatőr női világbajnoki címet. Szóval érdemes azért menedzselni ezeket a hölgyeket, mert nagyon tanulékonyak, nagyon-nagyon szeretnek edzeni, sokan fölteszik az egész életüket erre, hát akkor miért ne csinálják? A küzdősportok nagyon népszerűek Mexikóban is, hát természetesen a Távol-Keleten. Ott azért főleg a karate, illetve a különböző ágai, amit a hölgyek is kipróbálnak, de több ezren boxolnak. A gyengébb nem képviselő közül arra felé is. Ez Moreno menete volt. Ez szép kombináció, itt lassításban lehetett látni a felütés horgot. A harmadik menettől kezdve szépen átvette az irányítást Esmeralda Moreno. Most már azért tisztes távolságot tart Togashi is, tehát nem akarja minden támadását végigvinni. Nem akarja lekaszabolni az ellenfelet minden egyes ütésével, de hát persze sok nem kell. Megint közéjük löttyintettek egy kis nitroglicerint. Van ám ott harc, van ám ott szikra. Lehetnek fenntartásaink a női boxsal szemben, de én azt mondom, hogy ha ők maximálisan fölkészülnek és oda teszik magukat egy ilyen meccsre, akkor meg kell emelnünk a fejfedőnket előttük. A női box soha nem lehet népszerű, mint a férfi, ezt mindenki tudja, de előbb-utóbb el fogja foglalni az őt megillető helyét a hierarchiában. Megint ez a
bólószerű, egészen alulról felfelé irányuló felütés Morenótól. Ezek elég veszélyes ütések, mert hát vagy a testet, vagy az állkapcsot el lehet vele találni, és az komoly gondokat okozhat esetleg Togashinak, akit eddig ugye még nem vert meg senki. Egy döntetlenje mellett 10 győzelme van. Hallatlan akarással boxol mind a két lány, és megint egy nagyon jó menetet produkálnak. Togashi próbálja felvenni azt a tempót, amit diktál Moreno, de ez nem könnyű. Ez megint a mexikói, és eléggé fáradtnak tűnik Naomi Togashi. Itt volt egy szép jobb horog tőle, de nem volt igazán komoly erő benne. Nincsen repedés, úgy látom, de a duzzanatokat le kell vasalni Morenónál. Hatodik menet. Hát csak halkan merem kijelenteni, hogy szerintem itt, ha így folytatódik tovább ez a mérkőzés, akkor tromfosztás lesz. Naomi Togashi öv nélkül bandukolhat haza. És nem csak azért, mert Mexikóban rendezik ezt a mérkőzést. Egész egyszerűen eddig számomra egy csokoldalú bökölvívó Moreno. Belharcban egyszerűen nem tudja feltalálni magát Togashi. Kemény jobb csapat most megint a japántól. Elsősorban erre spekulál. Sok üres járat nincs. Hihetetlen mennyiségű ütés. A hölgyeknél egyébként 18 különböző kategória van, a profiknál, a férfiaknál 17, a lányoknál a legkisebb, a light minimum weight, úgy is hívják, hogy atomsúly, az mindössze 46,4 kg. A szalmasúly, a kicslégsúly az 47,6, és a klasszikus értelembe vett kicslégsúly, a kereke 49 kg. Tehát ők most ebben a súlycsoportban vannak. A nehéz súly pedig 90, illetve néhány szervezetnél már 80 kg fölött beiktatásra került. Nagyon sok szervezetnél nincs is világbajnok különböző súlycsoportokban, tehát még egyszer mondom, eléggé szövevényes a helyzet. De minden országnak megvan a maga kis hősnője. Például ott van váltósúlyban a norvég Cecilia Brækhus, akit napjaink egyik legjobb női boxolójának tartanak. Emlékezhetünk rá, hogy George Foreman, Muhammad Ali vagy Joe Frazier lánya is megpróbálkozott a profi ökölvívással, de azt hiszem, hogy Laila Ali volt közülük a legjobb, aki nagyon komoly pénzeket is leakasztott egy-egy ilyen mérkőzésen, hiszen tévés szempontból is eladható volt. Emlékszem, a németeknél ugye hosszú évekkel ezelőtt Regina Halmich volt az, akinek a mérkőzései nézőcsúcsokat döntöttek.
És hát egy szemrevaló hölgyről is volt szó, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy női boxolónak milyen a megjelenése. Nem mondom azt, hogy manökeneknek kell itt boxolnia, vagy pláza cicáknak, de hát mégiscsak hölgyekről van szó. A hetedik menet. Szépen dolgozik Moreno. És én azt gondolom, hogy neki több a tartaléka is. Eléggé megviseltnek tűnik Togashi. Itt ebben a súlycsoportban egyébként a WBA-nél az argentin Jessica Bopp, az IBF-nél egy másik mexikói Jessica Chavez, a WBO-nál pedig szintén az argentin Bopp a világbajnok. A Ring magazin, amely ugye a legnívósabb fórum, jelen pillanatban nem is vesz tudomást a női ökölvívásról, tehát nem rangsorolja ezeket a hölgyeket. De mind a négy nagy szervezet, a WBA, a WBC, a WBO és az IBF is különböző súlycsoportokban próbál kijelölni világbajnokokat, vagy kihirdetni világbajnokokat, ezzel is deklarálva a sportág életképességét. Nem lankadnak a lányok, most már a hetedik menet végén vagyunk, és Moreno azt hiszem, hogy vezet. És most már lehet, hogy pontokkal. Szóval nem volt az véletlen, hogy Togashi ilyen kevés meccset vállalt az elmúlt években, és nehezen merészkedett ki hazájából. Az a világbajnoki öv egy kicsit megelőlegzett bizalom számára. Vannak ebben a súlycsoportban, azt hiszem, jobbak. Ajjaj, olyan fáradt szegény Naomi Togashi, mintha Fujiyama tetejére kellett volna fölmászni a 20 kiló szatyorral. Morinónak pedig mintha egy kellemes edzés lenne. Még át eltére, mit mond az edző, két egyenes ütés után jöjjön a felütés, és ezzel meg lehet sebezni Togashit. Togashi arcán minden egyes ütés után kiül a világ összes fájdalma, keserve. Hát ugyanígy elhúzná a száját, azt hiszem, hogy megmutatnák neki a pontozó lapokat a hetedik menet után. Nézzük, hogy mit valósít meg Moreno kisasszony az edzői elképzelésekből. Tehát jönnek-e a dupla egyenesek, jön-e a felütés? Próbálgatja. Sokkal szikárabban, pontosabban üti az egyeneseit a mexikói. Most szabálytalankodott, egy kicsit arrébb lökte ellenfelét. Nem, fél úton megállt Moreno, ezért most kár volt. Egészen furcsa védekezése van Togashinak, ő nem a kettős fedezék híve, hanem inkább csak lazán lógatja maga előtt a két karját, és ütéseknél eléggé, hát fegyelmezetlenül nem zár vissza, és ezért könnyen eltalálja Moreno fejem megint kétszer. Thank you.
Nagy hajrát indított Togashi. Hihetetlenül lelkes, de azt hiszem, hogy ezt a menetet is elbukta. Maradt kettő. Na hát akkor nézzük a 9. felvonást. A japánoknak az alsó 4 súlycsoportban 5 világbajnok is van a lányoknál. De a mexikóiak is föl tudnak mutatni jó néhányat. Például harmadsúlyban Yasmin Rivaszt, aki ezen a gálán boxol. Méghozzá szintén egy címvédő meccset Nidia Felicianoval szemben. De mi úgy gondoltuk, hogy női mérkőzésből egyelőre ez az egy bőven elég. És aztán majd a későbbiekben, ahogy fejlődik a sport, jöhetnek a rangosabb találkozók. Mert az az igazság, hogy bár több mint 20 éve van női ökölvívása a profik között is, de még mindig meg kell küzdeniük az életben maradásért. Remek. Ez most nagyon szép, amiket Moreno csinál. Sokkal szélesebb az ütés spektruma Morenónak. Szerintem az állóképessége is jobb, mint a világbajnoké. Úgyhogy Togashi számára lassan ez az álom szerte foszlik, hogy ő világbajnok maradhat. 2 perc maradt mindössze a meccsből. Egy súlycsoporttal feljebb, tehát légsúlyban boxol Suzy Kentikian, aki a korábban említett Berghuis mellett napjaink egyik legjobb profi ökölvívója. Egy örmény származású német hölgy, aki 30 meccséből csak egyet vesztett el. Nos, őt a WBA szervezet kiemelte, tehát szuperbajnoki státuszban tetszeleghet Suzy Kentikian. Kevés ilyen versenyző van jelenleg a világon a lányoknál. Itt van tehát a zárómenet. Esmeralda Moreno Mexikóból és Naomi Togashi Japánból. Ők ketten eldöntik, hogy ki lesz a WBC világbajnoka kis légsúlyban. Sokan féltik a női boxolókat attól, hogy esetleg 12 meneteket boxoljanak 3 perces menetekkel. Tehát ezen a téren változás nem várható. Ez a 10x2 is bőven elegendő, hogy elfáradjanak. Hey!
Nagyon szabálytalan Moreno, az alkarjával eltolta az ellenfél fejét. Megúszta egy kisebb figyelmeztetéssel. Togashi már nem képes komolyabb ellenállásra. Az ötödik menet után meredeken elkezdett csökkenni az oxigénje. És itt a meccs vége felé is, ugye megy előre, de eléggé mérsékelt teljesítmény nyújt. A világbajnoktól talán egy picit többet vártunk. Az akarat megvan. A tudásból kéne több. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha kijelentem, hogy Esmeralda Moreno ezt a mérkőzést meg fogja nyerni. Togashi szinte minden puskaporát ellövöldözte az első 3-4 menetben, ott már nagyon elfáradt. És hát a második felére már nem maradt benne szinte semmi. Miguel Acuña, 92-98. Rubén Carmona, 94-99. Galen McCrocker, 93-97. Hát egy huron pendülnek a pontozók, mert 3-0-val odaadják a mexikóinak. Igen, új világbajnok van tehát. Esmeralda Moreno tehát megfosztja Naomi Togashit a boxvilágtanácsnál, eddig birtokolt kis légsúlyú világbajnoki övétől. Most szünetet tartunk, és utána jön két férfi mérkőzés, két övre, vagy övért zajló férfi mérkőzés.